olyan helyzet kényezít, hogy metál életed itt külszintben. Igen, biztos tudom. Meg jobb volt, volt, meg több volt. Jobb is, meg több is. Én például, amikor én gimis voltam, jó, nem metál, de szexában volt egy klub. Graffiti, nem tudom, mi volt erre. Tudom, ugye, nem tudom, ez egy kis pár koncertre, hétköznap, kígyózó sor, iszonyat sok ember. Teljesen más világ volt. Most én nem érzem, hogy mi a zenekar, amikor nem érzem, hogy nekünk lenne valami visszaesés, mert nem tudom, mi az hasonló, mert nem tudom, hogy régen. Viszont az előző zenekarainkhoz képest, most, hogyha játszunk, nem biztos, hogy kevesebben vannak, ha annál jobb, mint ami régen volt. Viszont nagyon sok zenekar sem nem érdemes játszani, kevesen vannak. Viszont én ezt kurván nem érzem, hogy nem érdemes. Jó, lehet, hogy annyira nem éri meg, de elköltsének meg igen. Nem zenei téren, nem zenei beltek, mi ismertünk meg egymást, hanem elővettünk barátok, mint a gyerek szülő zenei, mint a sokkal. Igazából, tehát ez az még egy olyan dolog volt, hogy mint a jársz gimnázisba, és van egy csajt, hogy valami olyan nézeget, és akkor... És én voltam a csaj. És akkor így összejön, és nem is gondolod. Mondtam a Gabinak, március 15-én ültünk egy kávéházba szexelni, és mondtam, hogy csináljunk 6-kor forradalmat, az asztalat, hogy megjököltem a lábát, mondom, csináljunk zenekart. Na, akkor már neked volt még? Nekem akkor még pár van, ami ment a kához. Ja, bazzem, akkor nem volt fülgér, ott el is vettem a gitár. Én írogattam zenekarokat, hogy nem akarnak gitáros, de igazán nem. Nem akart. Akkor nem csak nem téged. Ja, ezt kimondtad. És ezt kimondtad? Mondtam a Gábor, hogy csináljunk már zenekart. Tehát egy ilyen, hogy nem biztosan kamozol. És akkor kezdve elmentünk próbálni, akkor mondtad, hogy hát már lehet, hogy tényleg úgy gondolom, hogy komolyan gondolod. Írtunk egy ilyen számot, amit el is felejtettünk. Utána 8 hónapig játszottuk a Vetszáblörlinget. Ja. Kerestünk domosokat, szexuálat körbeáltunk, hogy körülnök senki nem. Volt egy domos, de aztán nem vállalta. És akkor a területet osztott. Én úgy veszem észre, hogy ezt a zenekart sokkal jobban szeretik az emberek, mint a káosz, mint a fiatal, vagy az abszertéket nem. Szeretik, meg több sok haverunk van. Én nem emlékszem, hogy régen a fülge során ilyen sok emberrel élünk szeretik. Tervezünk videóképet, a Péternek kaptak a fejbe az ötlet, de nem szeretnék elmondani, hogy mi lenne. És azt, hogy esetleg még számra készül? Lehet, hogy a harcolóban arra szóljon hozzá. Köszönjük szépen, ez nagyon jól érezték.